laza, ám de következetes történelem tanár. Péter Dávid óráin kerüli a megszokást és a sablonokat, a kötött pályás közlekedés és az építészet kedvelője. Állítása szerint, ha történelmet tanulsz, nagyobb eséllyel értheted meg a téged körülvevő dolgokat. A történelem nem csak különálló események sorozata, hanem nagyon sokszor találkozunk olyan jelenségekkel, amelyek korszakokon átívelőek, és ahol föl kell vázolni, vagy föl kell tudni vázolni ezen jelenségek fejlődését, alakulását. Ez 2017 óta már az érettségén is jelentős feladatként tárul elénk. Sziasztok! A mai alkalommal pontosan egy ilyen érettségi feladatot fogunk megnézni, ahol az a feladatunk, hogy egy adott jelenséget kísérjünk végig egy nagyobb időintervallumon keresztül. Itt van a feladat kiírása, mutassuk be a forrásaink és ismereteink segítségét a magyarországi föltulajdon viszonyok alakulását, illetve az ezzel kapcsolatos elképzeléseket 1918-tól egészen a rendszerváltás időszakáig. És itt vannak a szempontjaik, amelyeket be kell építenünk az eszénk elkészítéséhez. Ugye látszik, hogy ez egy hatalmas téma, és az is látszik, hogy 1918-tól kezdődően a magyar történelem igazán besűrűsödik, hiszen különböző rendszerek, különböző ö, időszakok váltogatják egymást, és nyilvánvalóan ezek a rendszerek máshogy tekintenek a földkérdésre. Ahhoz, hogy a kiindulási pontot világosan lássuk, érdemes tehát megnézni azt, hogy a dualizmus korszakában milyen is a magyarországi föltulajdon viszony ha visszapillantunk a dualizmuskori magyar társadalomra, mit is látunk? Látunk egy feudális világot, ahol még mindig a földbirtok határoz meg mindent. És látunk egy modern, városi világot is, ahol a társadalom már polgári jellegű. Két arcú volt az ország. Torlódó társadalom jellemezte, amelyben egymás mellett élt a régi, agrár jellegű és az új, ipari társadalom. Milyen módon? Nézzük meg közelebbről a rendszert. Az agrártársadalom csúcsát az arisztokrácia jelentette. Hatalmas földbirtokkal rendelkeztek, óriási vagyonuk volt, és továbbra is elkülönültek a társadalom többi csoportjától. Birtokaik a kor legmodernebb uradalmai voltak. Közülük került ki a politikai vezetők zöme. A korábbi középbirtokos nemesi családok közül néhány felemelkedett az arisztokrácia szintjére, de jelentős részük a 19. század végére elszegényedett. Ők alkották a gentrik rétegét Magyarországon. Tőkehiány miatt nem tudták a birtokaikat modernizálni, eladósodtak. Megélhetésük érdekében állami hivatalt vállaltak, vagy katonatiszti pályára léptek. A társadalmi ranglétra alsóbb fokának számított, ha egy gentri értelmiségi pályára lépett, de sok család ilyen irányban indította útra a gyermekeit. Vagy maradt a jól bevált régi stratégia, jól kellett házasodni. Az agrártársadalom zömét a parasztság adta. A falvak népessége azonban nagy különbségeket mutatott földbirtokaik nagysága és anyagi helyzetük alapján. A módos gazdag parasztok kiterjedt birtokukat már nem csak maguk művelték, földjeiken a nehezebb munkákat napszámosok végezték. A közepes és kisbirtokkal rendelkezők a maguk urai voltak, de az utóbbiak bizony rákényszerültek, hogy bérmunkába is elszegődjenek a megélhetésért. Felaprózódó birtokaikból már nem tudták eltartani a családjukat. A kérdés tehát az, hogy 1918-at követően, a tiz, főleg a 18-19-es évben, amikor ugye két rendszert is kipróbál Magyarország, a földkérdéshez hogyan nyúlnak hozzá az éppen aktuális időszak meghatározó politikusai. Itt van az első forrásunk, amely ehhez kapcsolódik, és nagyon szépen. Ö Látszik az, hogy a, a károinak és körének milyen elképzelései vannak a földkérdésről. Ugye itt van Jászi Oszkártól való az idézet, Jászi Oszkár a egyébként a polgári radikális irányzatnak egyik vezéralakja, itt 1918 körül, és egyébként pedig benne van a Magyar Nemzeti Tanácsban is, tehát meghatározó politikusa és gondolkodója. A korszaknak mondja a következőt. Kezdettől fogva tisztán láttam, hogy az egész forradalom központi problémája itt van, földet adni a föld nélkülieknek. Ez egy elég radikális és fekete-fehér gondolat. Folytatja a maradék nélkül kielégíteni a szegény parasság és a földműves munkások földészségét elsősorban ugye a papi és más latifundiumok földrabolásával. Ebben a reformban látta ő az Októberi forradalom igazi lelkét, mert hogy ez lett volna, ahogy ő mondja, az egyedüli út egyrészt a korszerű termelés megvalósításához, illetőleg a szövetkezeti mozgalom felé, másrészt pedig a demokráciának és a kultúrának is ez lett volna az igazi alapja. Tehát az látszik, hogy 1918-ban a károlyi kormányzatban, illetőleg hát a magyar köztársaság vagy népköztársaság időszakában, az egyik el fontos elképzelés az az, hogy meg kell szüntetni azt a birtokrendszert, és azt a földbirtok állományt úgymond, ami addig kialakult Magyarországon. Magyarán ez azt jelenti, hogy hozzá kell nyúlni a nagy birtokrendszerhez. Ez, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a magyar vidék fundamentumához nyúlnak hozzá, ahhoz az évszázadok óta bebetonozódott rendszerhez, amit Magyarország görget maga előtt, vagy hát éppen vonszol magával hosszú-hosszú-hosszú idő óta már. A kérdés az, hogy ez mennyire lesz lehetséges, és el is kezdik egyébként a megfelelő földreform törvények a kidolgozását. 1919. februárjában már megszületik egy tervezet, Nagyatádi Szabó Istvánhoz köthető ez, amely azt tűzi ki célul, hogy elkezdik az egyházi, illetőleg a különböző nagybirtokoknak a földosztását a szegény parasztság körében. Na most. Nyilvánvalóan gondoljuk bele, hogy ez egy zűrzavaros időszak, nehezen kivitelezhető ez az egész dolog már, és azért ott vannak a nagybirtokosok, akik eléggé keményen ellenállnak ennek az elképzelésnek. Így nem csoda, hogy a következő forrásban látható képen gyakorlatilag megvalósul az egész földreform tervezet. Ennyi lesz a földreform a Károlyi kormányban. Károly Mihály földet oszt, a Tolnai világlapja címlepját látjuk, Kápolnán a birtokát kezdi fölosztani, de semmi más nem történik. Ez már 19. február vége felé van egyébként, és ezt tudjuk, hogy március közepe táján pedig jönnek a kommunisták, tehát idő sem lesz a földreform kidolgozásához. Így a következő feladatunk az az, hogy megnézzük, hogy akkor a kommunisták a tanácsköztársaság időszakában hogyan gondolkodnak erről az egész földreformról földreformról. Itt van ez a kiáltvány, amelyben ugye tudatják a, a magyarokkal azt, hogy a hatalom átvétel megtörtént, és a legfontosabb célokat is meghatározzák a tanácsköztársaság vezetői. A forradalmi kormányzó tanács, ugye ez a végrehajtó hatalom, kimondja a nagybirtokok, a bányák, a nagyüzemek, a bankok és a közlekedési vállalatok szocializálását, értsd, államosítását. Ugye tipikus kommunista cél a különféle magántulajdonoknak az államosítása. És köztuladom a vétele. A földreformot nem törpebirtokokat teremtő földosztással, Lást Károlyi kormánynak a célja, hanem szocialista termelő szövetkezetekkel hajtja végre. Tehát a legfőbb cél az az, hogy amint azt majd a második világháború után látni fogjuk Magyarországon, vagy amint azt látjuk ugye a Szovjetunióban már a világháború előtt, szövetkezetesítés kell létre kell hozni szovjet mintára a termelő szövetkezeteket, és így kell a földreformot ö, végrehajtani. A tanásköztársaságnak sincs nagyon ideje arra, hogy ezt a földreformot elkezdje, sőt, mitől azt is hozzá kell tenni, hogy gondoljunk bele, a, a proletár diktatúrának a legfőbb támogatói, azok mégiscsak a szegényebb sorsú emberek köréből kerülnek ki, munkások köréből, szegény parasság köréből, és a szegény parasztok pedig megkapják ezt, hogy nem fogtok ti földet kapni, nehogy azt higgyétek, hanem szöveteteket fogunk létrehozni. Ez azt fogja jelenteni, hogy nagyon sokan elég rövid idő alatt elpártulnak majd a tanácsköztársaság mellől, és így jutunk el az új korszakunkhoz, majd ugye a tanácsköztársaság bukását követően a Horti korszakhoz, és akkor megint az a kérdés, hogy a Horti rendszer hogyan fog hozzányúlni az egész kérdéshez. Itt pedig megint érdemes egy korábban már említett személyhez visszanyúlni, aki pedig nem más, mint Nagyatádi Szabó István. A mezőgazdasági konjunktúra hatására megerősödő birtokos parasztság követelései teljesítését nem tömegbázisának szélesítésével, hanem az uralkodó körökkel való megegyezéssel kívánta elérni. A gazdapárt korábbi előremutató programpontjai egyre inkább háttérbe szorultak. Ezt a politikai fordulatot mutatja Nagyatádi Szabó 1910. július 9-i parlamenti beszéde. Követelései felsorolásában nem szerepel már a feudális maradványok megszüntetésének igénye, és eltűnik a latifundiumok és holdkézi birtokok állami megváltásának szándéka is. A mi törekvéseink nem felforgatók. Mi tiszteljük a tulajdont, és nem kívánunk senkinek a jogkörébe belenyúlni. Mi nem sebeket akarunk ütni, hanem gyógyítani akarjuk azokat. Ez a beszéd megnyerte az uralkodó elit rokon szemvét. A nagybirtokosok lapja a köztelek írta az új gazdapár című cikkében. Szabó István rokonszenves beszédéből kitűnik, hogy a most alakult gazdapárt programjában egyetlen olyan követelés sincs, mely felforgató törekvésnek volna nevezhető. Mi legalább részünkről a gazdapárt programvallomásában egyetlen vonalon sem látunk hadüzenetet az általunk képviselt mezőgazdasági érdekek ellen. Tehát a feladat az az, hogy azt tekintsük át, hogy a horti korszak, amely tudva levőleg nagyon ö, nagy mértékben hasonlít a dualizmus korszakára, mennyiben gondolkodik másképp a földkérdésről. Az első forrásunk pedig, az előbb már látott Nagyatádi Szabó István ábrázoló kép, és uh, érdemes megnézni a halálozási évét, ugye 1924, tehát a Horthy korszaknak nagyon korai időszakában haló meg, viszonylag egyébként fiatal, és talán ez nem véletlen, nagyon sokan azt mondják. Uh, Nagyatádi Szabó István az tehát, aki itt megint egy uh, földbirtok reformot kívánna uh, kidolgozni, és uh, hát igazából ez elég viszontagságosan, hogy ez, ez uh, sikerül neki, itt 1920 körül, Telekiék és a, a, a nagybirtokosok megpróbálják minden tekintetben gáncsolni az ő politikáját, hiszen a legfontosabb cél az az, hogy a, a hortikorszak bázisát jelentő nagybirtokrendszerhez nem szabad azért hozzányúlni, azt nem szabad megbontani, és hát a Nagyatádi féle földreform az pontosan ezt tűzi ki célul. Nagyon kevés nagybirtokot osztanak csak föl, kicsi törpebirtokokat hoznak létre, ezek pedig nem lesznek életképesek, tehát gyakorlatilag nem lesz semmiféle pozitív hatása ennek a, a földreformnak. Viszont az nagyon fontos, hogy eszmeiségben, szimbolikájában Nagyatádinak nagyon nagy szerepe van abban, hogy ő fölismeri azt, hogy Magyarországnak mi a legnagyobb rákfenéje, úgymond a vidéken. Ö, nem véletlenül van egyébként Nagyatádinak a mai napig ö, szobra a Kossuth téren, hiszen nagyon fontos és meghatározó alakja ő a magyar ö, földkérdésnek és földbirtok rendszernek, ha úgy tetszik. Na most, ugye a kérdés akkor itt végül is adott, hogy ha nem sikerül a rendszer ilyen módon történő átalakítása, akkor mi fog történni a Horthy korszakban? Hiszen azt azért nem mondhatjuk, hogy ez egy sima ügy lenne, egészen 1944-ig, és soha senki nem pedzegetné azt, hogy a, a magyar földbirtok rendszerhez igenis hozzá kell nyúlni. A második forrásunk szintén egy kép amely a Táj és Népkutató Központ kiállításának egy füzete 1938. novemberében. Ez egy nagyon fontos esemény egyébként, mely pedig azért, mert a 38-as kiállítás pontosan a földbirtok rendszerről szól, az Egyetem téren uh, nyílik meg ez a kiállítás, és uh, Um, azt pedzegeti, hogy Magyarországon a földbirtok rendszernek a, az egészségtelen mi volt, tehát pontosan az okozza, hogy itt még mindig a nagybirtok rendszerre alapuló kvázi feudális uh, rendszer működik, és ezt kell megbontani, ezt kell átalakítani, ezt fogja meghozni a vidék számára a felemelkedés lehetőségét. Um, érdekes egyébként, hogy mi történik ezzel az egész kiállítással, mert Teleki, uh, ugye, aki, aki ekkoriban uh, már a kormány élén áll, elmegy és megnézi ezt a kiállítást, hiszen ne felejtsük el, hogy Teleki maga is földrajztudós, tehát köze van a témához. Elmegy, megnézi a kiállítást, és aztán látja, hogy ez miről fog szólni. Látja azt, hogy itt gyakorlatilag egy tördöfnek az egész horti rendszer alapjába, ha úgy tetszik, lehordja a kiállítás alkotóit, pedig korábban a kormány támogatja egyébként a kiállítás létrejöttét, lehord mindenkit, és azt mondja állítólag, hogy na megyek, visszamegyek a sajátjaimhoz, utalva, hogy ő visszamegy az arisztokratákhoz, és bezáratja a kiállítást, nem engedi megnyitni. Pedig kritikus hangok vannak egyébként, nem csak itt az előbb említett kiállítás kapcsán, hanem vannak bizony más jobbról-barról jövő kritikák is, vagy szélsőséges oldalakról jövő kritikák, amelyek pontosan a földkérdést ö, boncolgatják, hiszen látva, már látszódik az a 30-as években az egyik legfontosabb társadalmi probléma. Ugye ne felejtsük el, hogy 1930-as éveket meghatározza az a tény, hogy ekkoriban a világa, világgazdasági válság már begyűrűzik Magyarországra, érezheti a hatását, a betleni konszolidációnak a jótékony hatásai kezdenek némiképp erodálódni. Itt van három forrás, amely mutatja egyébként azt, hogy milyen különböző elképzelések vannak még a 30-as években a földkérdést illetően. Gömbös Gyula, aki ugye miniszterelnök is lesz, a Nemzeti Munkatervében azt mondja, a birtokmegosztás egészséges kialakítás előmúzítása véget, egészséges telepítési politika kezdeményezésére és végrehajtására fogunk törekedni. Hát mi az, hogy egészséges? Ugye nyilvánvalóan ezt föl lehet tenni ezt a kérdést, de tudjuk azt, hogy Gömbösnek a munkaterve az egy... Ö álmos könyvként is emlegetett ö, ö, kormányprogram, ha úgy tetszik. Nem ö, nagyon ö, történik semmi igazából a földkérdést, illetően az ő miniszterelnöksége ö, alatt, de nyilván azért ő már annyit mond, hogy itt valamit kezdeni kell a dologgal, hozzá kell nyúlni a témához. Persze ne felejtsük, hogy azért gömbös egy radikálisabb vonalat képvisel ebben a kurzusban, mint az összes többi, vagy bármelyik más miniszterelnök. Követeljük az 500 szeri holdon fölüli birtokok kisajátítását, mondja a népi mozgalom által létrehozott márciusi front 12 pontja, tehát itt már ez földbirtokállomány fölosztásáról szól, arról, hogy tényleg hozzá kell nyúlni a földbirtok és végül pedig a szálasi által vezetett nemzeti akarat pártja 35-ben akarjuk és követeljük a parasztelepítést és a földbirtok rendezést. Ugye nyilvánvalóan egy radikális párt épít a radikális eszmékre fogják, hogy szegényebb társadalmi réthelyekre, nem hiába be kell építeni a, a programba ezt a kérdést is. Így módon, tehát a földbirtok rendezés itt is megjelenik, mint program. De nem történik semmi, még akkor sem egyébként, amikor Szálasi rövid időre átveszi Magyarországon az irányítást. Úgyhogy a, a, második világháború vége után a következő kérdés meg az, hogy az kialakuló új kurzus, és hát a szocialista diktatúra, az hogyan fogja a földkérdést rendezni. Így pedig ugye az egyik legfontosabb kérdés, hogy a rákosi korszakban majd 48 után mi történik ezzel a kérdéssel. 1945-ben föltulajdonhoz jutott nincs történelmi igazságtételként fogták fel a földosztást, és végre esélyt láttak arra, hogy önálló gazdálkodóvá váljanak. A Rákosi korszakban a kommunista párt kétszer is kísérletet tett, hogy az erőszakos kolhozosítással rákényszerítse a parasztságot az egyéni gazdálkodás feladására. Először a kullákoknak nyilvánított parasztság ellen indított támadást ellehetetlenítésükkel demonstrálták a többi paraszti rétegek felé, hogy az egyéni gazdálkodásnak nincs perspektívája. A magyar parasztságban azonban olyan erős volt a földhöz a magántulajdonhoz való ragaszkodás, hogy kizárólag erőszak hatására léptek be a TSZ-be. amint enyhült a nyomás és lehetővé vált a kilépés, többségük visszatért az egyéni gazdálkodáshoz. Tehát a Rákosi korszakban a magyar vidéken is minden szovjet mintára történik, kollektivizálás, kulák kérdés, hogy mindaz, amit láttunk már a sztálini Szovjetunió időszakában is, és ehhez jön majd aztán 1953-ban a Nagy Imre féle váltás, a következő szövegünk pedig ezt mutatja. Ugye az a kérdés, tehát, hogy 53-ban, amikor menesztik, rákosít, és nagyimre kerül a miniszterelnöki pozícióba, akkor az új program az mennyiben változtat a kormánynak a földbirtok politikáján, illetőleg hát a mezőgazdasági politikáján. Itt van ez a szövegünk, és uh, látjuk, látjuk azt, hogy bizony, azért itt uh, nagyon sok tekintetben a nagyimre kormány revideálja azokat az álláspontokat, amelyeket korábban uh, a szocialista vezetés magáinak vallott. Ő azt mondja, hogy a kormány erélyes kézzel véget vet a termelő szövetkezeti mozgalom, és a tagosítások során elkövetett súlyos törvénytelenségeknek, tehát azt mondja, hogy véget vet. A törvénytelenségeknek, és ugye látszik tehát az, hogy itt a beszél a szövetkezeti mozgalomról, hogy ott következtek be ezek a törvénytelenségek. Nagy szabású tervet dolgoz ki az elhanyagolt és a fejlődésében elmaradott mezőgazdasági termelésünk fellendítésére. Tehát ugye fontos az a tanulság, hogy látszik, hogy a kormány politikája nem jött be, nem működött, hiszen az erőszakos kollektivizálás a mezőgazdasági termelést azt visszafogta természetesen. Sőt, mi több ugye, tá emlékeztek rá, hogy nem csak, hogy ez a termelés nem volt elég hatékony, hanem ugye minden uh, erőforrás az igazából a nehézipar fejlesztésébe koncentrálták. Azt mondja, a termelő szövetkezeti és egyéni gazdaságok termelésének felvirágoztatására, a termelési ketv helyreállítására fog törekedni, tehát maradnak a termelőszövetkezetek, szövetkezetek, a TSZ-ek, de mellette pedig lehetőséget teremt az új kormány az egyéni gazdaságok működésének, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nyilvánvalóan, ha ez lehetséges, akkor természetesen az is lehetséges, hogy aki már korábban kényszer által uh, hát belépett egy TS-be, azonnan ki is léphet. És 53-ban egyébként uh, lehetővé válik az, hogy az emberek kiváljanak a TS-ből, és újra egyéni gazdaként kezdjenek el termelni uh, a saját földjükön, hiszen ezt fogja, ahogy Nagy Imre rádióbeszéde mondja, a termelési kedvet majdan helyreállítani. Ugye ez lesz aztán 1956 után is egyébként, 56-ban szintén az új kormány ahhoz, hogy megnyerje a vidék lakosságát, azt mondja, hogy nem kell kollektivizálni, és nem kell a TSZ-ekbe belépni, lehet egyénileg gazdálkodni. Ez meglehetősen uh, szimpatikus lépés lesz a kormány részéről. Hát aztán ezt eléggé hamar be fogják fejezni, ezt a politikát, és az 50-es évek végén elindul egy igen erőteljes, igen erőszakosok tekintetben kollektivizálás, amely sokkal sikeresebb lesz, mint a Rákosi féle, gyakorlatilag a magyar parasztság zömét azt be. Uh, küldik úgymond a TS-ekbe, vagy éppen állami gazdaságokba, nem marad gyakorlatilag egyéni birtok Magyarországon. Viszont az erőszakos kádári kollektivizálás mellett azonban van a korszaknak egy másik sajátossága, ez pedig nem más, mint a háztáji gazdaság megjelenése. Ez igazából egy hungarikum, ez más szocialista országban nincs igazából jelen. Itt láttunk egy fotót, amin egy ilyen háztáji gazdálkodást látunk. Ez azt jelenti, hogy a, a TSZ-ekben dolgozó parasztoknak lehetőségük lesz arra, hogy a saját házuk körül veteményest euh, tartsanak fönn, állatokat tartsanak, és abból plusz bevételre tegyenek szert. Ugye nem csak az iparban, hanem a mezőgazdaságban is meglesz ez az úgynevezett második gazdaság, ha úgy tetszik. És nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy a magyar parasztság zöme, akik egyébként a TSZ-ekben vagy éppen az állami gazdaságban dolgoznak, az energiájuk legnagyobb részét, legjavát, azt abba fogják ölni, hogy a saját háztáji gazdaságaikat fejleszték, és abból ö, tegyenek szert minél nagyobb bevételre. De természetesen azért az látszik, hogy bár a magyar mezőgazdaság úgy, hát mondhatjuk, hogy sikerágazat a 60-as, 70-es évek Magyarországán, a 80-as években azért ez már leáldozóban leáldozó ágba, ö, fut, és igazából nem nagyon fog már működni a rendszer, kezd kifulladni, ez is, mint oly sok más a Kádár korszak végső éveiben. Na most ugye a kérdés az az tehát, és ez, a, ez zárja le igazából a, a mi témánkat, hogy akkor a, a szocialista ö, rendszer után, amikor megtörténik 89-90-ben a rendszerváltás, akkor az új, fölá, az új rendszer az hogyan nyúl hozzá a magyar mezőgazdasághoz és a magyar földbirtok kérdéshez. Hát ugye nyilvánvalóan itt azért több dologgal kell foglalkoznia az új rendszernek, hiszen ugye egyfelől az nyilvánvaló, hogy a, a szocialista gazdálkodási rendszert azt meg kell bontani, föl kell bontani, és át kell alakítani úgy, hogy ez jövedelmező legyen másfelől, pedig azért itt a... a 44-től kezdődő időszaknak, sőt egyébként a törvény az úgy szól, hogy 39-től kezdődően nagyon sok kárvallótja van az elmúlt rendszereknek, amit valahogy jóvá kell tenni. Ugye ez lesz majd a kárpótlás, és igazából ennek a kárpótlásnak lesz a jelentősége az, hogy megpróbálja rendezni ezeket a kérdéseket. Ugye itt van előttünk az utolsó szöveg, ami a kárpótási törvényből származik. Részleges kárpótlás illeti meg azokat a természetes személyeket, akiknek magántulajdona az állam által 39. május 1 ét követően alkotott jogszabályok alkalmazása által sérelmet szenvedett. Tehát arról van szó, hogy a magántulajdon sérelmet szenved 39-től, tehát ugye itt a, a, zsidó törvényeket is beleérti a, a törvényalkotó, akkor ők kárpótlásra jogosultak. A kárpótlás termőföldben történő biztosítása érdekében a szövetkezet kijelöli azt a termőföldterületet, amelyet a felsorolt jogszabályok alapján szerzett meg. Tehát ugye ezt a kijelölt uh, termőföldterületet pedig vételi jog alapján hát el kell adni az arra jogosultaknak. Tehát látszik az, hogy itt vételi jog illeti meg a kijelölt földterületekre az embereket. 30 nyi az a földterület Magyarországon, amelyet így módon új tulajdonosok kezébe jutatnak. Óriási hát ilyen aukciók lesznek egyébként, és ilyen földárverések, ahol az emberek licitálnak a különböző földterületekre. Részleges kárpótlás, ez nem teljesi mértékű, de ugye ez egy igazságos igénye a társadalomnak, hogy egy olyan rendszer vagy rendszerek után, amelyek kisemisztek különböző társadalmi csoportokat. Itt az új rendszer, amely tiszta lapot akar indítani és nyitni, az, az rendezze ezt a kérdést. Hát ez történik itt meg 1990 követően, és nagyon sokszor egyébként 90 követően követően hát a híradók ö, majdnem minden nap, vagy legalábbis minden héten arról szólnak, hogy ez a kárpótlás hogyan is történik. Hangsúlyozni kell, hogy a negyedik kárpótlási törvény sorrendben a negyedik az előző három kárpótlási törvényt nem módosítja. Kizárólagos célja az, hogy a korábbi rendelkezések alapján a károsultak igényjogosultságát felgyorsítsa. A kárpótlásra jogosultak igényelhetnek földet lakóhelyükön. Aki azonban nem ott él, ahol egykor volt tulajdona megtalálható, ott is kopogtathat. Végül pedig beadható az igény abban a városban vagy faluban is, ahol szövetkezeti tag jogosult. A lényeg így az államtitkár helyettes, hogy a nyomtatványt pontosan kitöltve annak az önkormányzatnak, annak a polgármesteri hivatalnak címezze ki, ahol az általa igényelt föld található. A papírok innen a megyei kárrendezési hivatalokba kerülnek, amelyek a beérkezéstől számított 60 napon belül soronkívüli eljárással ezeket az igényeket elbírálják, annak érdekében, hogy minél hamarabb. Történjen meg a határozathozatal. Természetesen arról sem szabad elfeledkezni, hogy itt is vannak olyan szakifejezések, amelyeket nyilvánvalóan bele kell építeni egy erről szóló eszébe, vagy éppen feleletbe. Ne felejtsétek el, hogy az összes korábbi adás megtalálható a nava.hu oldalon, sőt az oktatás.hu oldalon ott van az összes korábbi érettségi feladatsor, emelt és középszinten egyaránt. Itt külön javasolnám azt, hogy nézzétek meg az emelt szintű érettségi eszé kérdéseit, és ez ehhez kapcsolódó megoldó kulcsokat is, hiszen akkor tudok a legjobban fölkészülni és fölvértezni magatokat ezekre a feladatokra, ha tudjátok azt, hogy a vizsga mit vár el tőletek. Egyébként ne felejtsétek el, hogy ez nem csak az érettségi értékes tudás, hiszen gondoljatok bele, a való életben is mindig arra van igazából szükség, hogy az ember tudjon logikusan gondolkozni és tudjon folyamatokat ábrázolni. Ehhez szükséges ahhoz, hogy lássuk azt, hogy honnan érkeztünk meg valahova, de ahhoz még inkább szükséges, hogy stratégiailag is tudjunk tervezni Előre, a saját életünkben akár. Sziasztok!